Sziasztok, Tarnóti Sándor vagyok, és ez itt a repülőgépvezető.hu. Ezen a videón azt fogjuk átnézni, hogy hogyan kell egy repülési útvonalat megtervezni a repülési térképeden. Mielőtt elindulnál, ugye nem árt, hogyha tudod, hogy milyen kurzuson és milyen fordulópontokon fogsz majd végrepülni, milyen irányszögeken és mennyi ideig fog tartani az egyes fordulópontok közötti idő. Ami a tervezéshez szükséges, az ugye egy repülős térkép, ez egy 1 az 500 ezeres léptéknagyságú repülős térkép, IGAO repülős térkép. Ezt tulajdonképpen bármelyik repüléssel foglalkozó áruházban be tudjátok szerezni néhány ezer forintért, amire talán érdemes odafigyelni, hogy van a papír alapú, illetve van a fóliázott térkép. Én a fóliázottat javaslom, mert a fóliázott térképre, hogyha rárajzolsz, akkor utána könnyebben le tudod róla szedni és a következő útvonalat átrajzolni. A papír alapú térképet sajnos nem tudod csak egyszer berajzolni, és utána nem fogod tudni többet róla leszedni azt az útvonalat, úgyhogy én azt mondom, hogy inkább a fóliázottat kell megvenni, de majd a későbbiekben mutatok arra példát, hogyha papír alapot sikerült beszerezni, akkor hogyan tudsz változtatni ezen a dolgon. Oké, akkor a térkép után nézzük, mire van még szükség. Szükségünk van egy vonalzóra. Nem árt, hogyha ennek a vonalzónak van egy hosszabb szára, amivel a hosszabb kurzusokat meg fogjuk tudni rajzolni a térképen, és hát ugye centiméterben van maga a vonalzó bekalibrálva. Ezen kívül egy szögmérőre nem muszáj ilyen kerek szögmérő. Az is jó, hogyha régi általános iskolai tanulmányodból egy ilyen félkör alakú szögmérőt elő tudsz valamelyik fiókod mélyéről halászni, mert tulajdonképpen az is teljesen jól megfelel ennek a célnak. Persze, hogyha egy repülős boltban egy komolyabb szögmérőt szeretnél venni, akkor az is teljesen megfelel, de hogyha nem akarsz beruházni, akkor egy régi, bármilyen szögmérő megfelel erre a célra. Oké, a rajzoláshoz ugye alkoholos filceket fogunk használni, piros, kék, zöld és fekete filceket. Ez azért jó, mert hogyha valamit elrontunk a térképen rajzolás közben, vagy esetleg egy új vázatot akarunk felrajzolni, akkor azt a későbbiekben egy ilyen acetonos körömlak lemosóval, illetve egy papír zsebkendő segítségével könnyedén le fogjuk tudni törölni majd a térképről. Oké, amire szükséged lesz, az még egy számológép, ezzel ugye majd fogod látni, hogy miket fogunk számolni, ezt is érdemes esetleg oda készíteni. Oké, akkor még egy pillanatra visszakanyarodnék ahhoz, hogyha nincsen fóliázott térképet, mit érdemes csinálni. Megfogod a térképedet, elviszed egy színes fénymásolóba, lemásolják neked azt az oldalt, amit szeretnél majd, hogy repülésre felhasználj. Mikor megvan a színes fénymásolat egy az egyes léptékarányba, akkor egy ilyen lamináló szerkezetbe kell belerakni, ahol hő segítségével ráhúznak egy ilyen keményebb réteget, és akkor ezzel már le is lamináltad magát a térképet, és onnantól kezdve, na jó, hogy nincs meg az egész térképet, de legalább az a rész, amit szeretnél berepülni, az megvan. Hogyha több, ha nagyobb útvonalat is szeretnél repülni, akkor többet egymás mellé tudsz rakni. Tulajdonképpen azért előnyös ez, hogyha egy ilyen kisebbet használsz gyakorlati szempontból, mert nem kell a repülőgépben a nagy térképet húzogatni, vonogatni, nyitogatni, csukogatni repülés közben, hanem csak előkapod ezt a kis papírt, és akkor ez alapján végig tudod repülni. Ha áttész a következő oldalra, akkor ezt elrakod, és előveszed a soron következő térképet, és akkor azon folytatod tovább a repülésedet. Meg is mutatom, hogy egy korábban felrajzolt kurzust azt én hogy fogok most innen pikpak leszedni. Ez úgy történik, hogy kinyitom a körömlak lemosót, zsebkendő, és elkezdem vele csiszatolni. Ja igen, előtte ez ugye hiába fogom kézzel, ez repülés közben nem fog elkenődni, tehát ez nem elkenhető, de hogyha megkenem egy kis körömlak lemosóval, akkor pikpak eltűnik a térképemről, és akkor így egy újabb útvonalat fel fogok tudni festeni, vésni a térképemre. Oké, ezzel meg is vagyunk. Jó, hát akkor szerintem kezdjünk is bele. Tulajdonképpen a legelső pont az lenne, hogy eldöntsük, hogy merre szeretnénk repülni. Én most arra gondoltam, hogy repülés tekintetében egy farkashegyi felszállás után elrepülnénk Tarjánba, ami ugye itt található, és kicsit rázumolunk, hogy jobban látszódjon. Oké,
Tarján után délnek vennénk az irányt, végigrepülnénk itt a Velencei tónak a nyugati oldalán, egészen a Börgöndi repülőtérig. Börgönnél elfordulnánk keleti irányba, és akkor Pusztaszabolcs felé vesszük az irányt, Pusztaszabolcs fölül pedig visszamennénk Farkashegyi repülőtérre, és akkor Farkashegyen szállnánk le. Első lépésként először is azt kellene kitalálnunk, hogy milyen sebességgel szeretnénk ezt az útvonalat lerepülni. Ennek azért van jelentősége, mert az egyes fordulópontok előtt egy 2 perces kört kellene behúzni. Na most, hogyha különböző sebességgel repülünk, akkor nem mindegy, hogy ez a 2 perces kör az a fordulóponttól 3-4-5 kilométerre vagy 10 kilométerre lesz, mert ugye a repülőgépünk, hogyha nagyobb sebességgel repül, akkor messzebb kell ezt a 2 perces pontot tennünk. Tehát én arra gondoltam, hogy egy 120 km per órás sebesség az talán úgy megfelelő lehet. Cessna az még, annak talán még úgy elmegy, a Falkénak annak pedig úgy bőven jó. Úgyhogy meg hát a könnyebb számolás érdekében is most egy 120 km per órás sebességet választok. Természetesen te ezt a saját repülőgépedhez fogod majd igazítani. Oké, megvan az, hogy 120 km per órával megyünk, ami azt jelenti, hogy 60 perc alatt repülünk 120 km-t, akkor ugye ki kell számolni, hogy akkor 2 perc alatt hány kilométert repülünk, hát akkor ezek szerint 2 perc alatt 4 kilométert fogunk lerepülni, ami azt jelenti, hogy ezen a térképen, az 1:500 000-es térképen a 1 cm az 5 km, tehát hogyha azt nézzük, akkor 1 cm-nél valamennyivel kisebbet, tehát a 4 km sugarú kört kell majd az egyes fordulópontok köré berajzolni, és akkor lesz meg a 2 perces határ. Nézzük, akkor az első fordulópont az ugye Tarján lesz. Tarján köré rajzolunk egy körülbelül 1 centi átmérőjű kört. Oké, ez lesz ugye így a jelentő pontunk, azért csinálok egy visszaellenőrzést, hogy ez így körülbelül 1 centi, vagy valamivel kevesebb, hát valamennyivel kevesebb, mint 1 centi, úgyhogy ez így teljesen jó lesz. Hát körülbelül itt gyermely után gyermely és Tarján között kell majd valahol jelentenünk azt, hogy nem sokára elérjük a tarjáni fordulópontot. Oké, a következő fordulópontunk az ugye a Velencei tónál Börgönd lesz. Börgöndi repülőtér köré is rajzolunk egy 2 perces kört. Jó, a következő ugye Pusztaszabolcs köré is rajzolunk egy kört, és ugye végül Farkashegyen fogunk majd leszállni, Farkashegy előtt is majd be kell jelentkeznünk, úgyhogy Farkashegy köré is rajzolunk egy 2 perces kört. Jó, akkor innentől kezdve úgy néz ki, hogy meg is van az, hogy milyen fordulópontok vannak. Ezeket most már csak össze kellene ahhoz kötni, hogy lássuk a teljes kurzust. Ehhez pedig azt kell csinálni, hogy fogunk egy másik szintén, mondjuk piros szint fogok használni, és összekötjük őket. Hogyha pontosan a reptér fölül fogunk elindulni útvonalra, akkor a reptér közepét kötjük össze, hogyha a reptér körül a valamelyik iskolakörnek valahányéti fordulójából szeretnénk kisorolni útvonalra, akkor annak megfelelően tudjuk, illetve érdemes is ezt a indulási kurzust odébb tolni, de lehet az is, hogy nem a reptér fölül indulunk, hanem mondjuk itt van Budajenő, és akkor Budajenőig kirepülünk, és Budajenőtől indul majd a kurzus, akkor érdemes Budajenőtől húzni Tarjánig ezt a kurzust, de én most ugye úgy döntöttem, hogy a repülőtér fölül fogunk elindulni, tehát a repülőtér közepe, illetve Tarján templom tornyot fogom összekötni. A templom tornyot ugye úgy jelölik, hogy egy picike pötty és benne egy kereszt, ez minden településen ott van, és tulajdonképpen ezeket kell összekötni, mert úgyis mindig a templom torony fölött szoktunk fordulni. Jó, mikor összekötjük a kurzust, akkor nem ponttól pontig kötjük, hanem csak ezeket a 2 perces köröket kötjük össze, hogy közben még látható legyen, hogy milyen egyéb bekötőutak, villanyvezetékek, ilyesmik vannak maga a település körül, nehogy ne húzzuk rá a kurzust, mert amúgy is eltalálunk odáig, tehát nem lesz abból gond, ha nem húzzuk el egészen odáig. Oké, a következő Tarján település templomtoronyra illesztem a vonalzót, illetve a Börgöndi reptér közepére, és akkor itt is összekötjük. Jó, itt is megvan a kurzus, a következő a Börgöndi repülőtér,
illetve Puszta Szabolcs templomtorony közötti szakaszt kell összekötni. Jó, ez is megvan. És utána repülünk vissza ugye Farkashegyre, a Puszta Szabolcsi templom torony, illetve a Farkashegyi reptér közepét kötjük össze. Jó, meg is van akkor a kurzus, tehát itt felszállunk majd Farkashegyen, elrepülünk Tarjánba, Tarjánnál balra fordulunk délnek, elrepülünk itt a Velencei tó mellett, Börgönnél vagy leszállunk, vagy Börgönt fölött fordulunk, keletnek, elmegyünk Puszaszabolcsig, Puszaszabolcs fölött pedig észak-keletnek fordulva visszarepülünk majd Farkashegyre. Oké, hogyha ez megvan, akkor most a következő pont az az, hogy be kell írni, hogy milyen irányszögön szeretnénk ezeket az útvonalakat végrepülni. Az egyes kurzusokra mindegyikre ráírjuk, hogy milyen irányszögön kell repülni. Ehhez szükség lesz majd a szögmérőre, illetve a vonalzóra, és ez teljesen egyszerű, annyi, hogy az ember ráéleszti erre a korábban megrajzolt kurzusra a vonalzót pontosan. Jó, kézbe veszi a szögmérőt. A szögmérőnek a nulla pontja, az pontosan északra kell, hogy nézzem. Itt a nulla pont, ez pontosan északra néz. Ugye a szögmérőn van vízszintes és függőleges kereszt. Ezt a vízszintes és függőleges keresztnek vagy a vízszintes részét, vagy a függőleges részét ráélesztjük a térképnek, vagy a vízszintes, vagy a függőleges négyzethálójára. Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy a szögmérőnek az origója, az pontosan az élén legyen ennek a vonalzónak. Tehát először is ráéreztem ezt az origót ide a vonalzónak az élére, vagyis magára a kurzusra. És akkor azt nézzük, hogy itt vízszintesben keresünk egy olyan vízszintes pontot, mondjuk itt van a térképen egy ilyen vízszintes csík, egészen odáig toljuk rajta. Egészen odáig toljuk rajta, amíg a térképen lévő vízszintes csík, illetve a szögmérőn lévő vízszintes csík nem metszik egymást, az origó pont rajta van magán a vonalzó élén, és akkor innentől kezdve ki is tudjuk számolni, ugye le tudjuk olvasni, ez 0, 90, 180, 270 fok, ez itt 280, ez itt 290, 300, tehát ez ilyen 293-294 fok, amin most nekünk repülni kell. Ezt gyorsan rá is írjuk, húzunk ide egy vonalat, és ráírjuk, hogy 294 fok. Jó, akkor ezzel meg is vagyunk. Jó, jöhet a következő szakasz. A következő szakasz az ugye majdnem egy 180-as irányszög lesz, mert délnek fogunk majd repülni, ugye most már fejjel lefele tartom ezt a térképet. Ennek megfelelően kell ugye a vonalzót is úgy ráhelyezni, hogy a nulla az pontosan északnak nézzen. Vonalzó a kurzuson, pontosan az origót ráélesztjük a vonalzóra. Oké, és addig toljuk rajta. Jó, addig toltuk rajta, amíg itt ezt a vízszintes vonalat el nem metszette. Jó, megnézzük itt 180, ez olyan 181 fok körülbelül, tehát nem pontosan 180, hanem 181 fok. Ezt repülőgéppel úgyse fogjuk tudni pontosan így tartani, de mindegy, azért én most ráírom ezt a 181 fokot, hát durván 180 fokon kell majd repülni, tehát 181 fok. Jó, ezt is ráírtuk, ugye mindig haladás irányba írjuk rá a térképre ezeket a számokat, mert így is fogjuk majd repülés közben tartani a térképet. Oké, jöhet a következő, ez a Börgöndi repülőtér, illetve Puszaszabolcs közötti irányszög. Hát ezt úgy látom, hogy majdnem keleti, tehát durván 90 fok lesz, ezt akár rá is írhatnánk, de azért itt most a számolás és a bemutatás kedvéért azért megnézzük gyorsan, hogy mennyi lesz, ugye nulla északnak néz, ráhelyezzük az origót, itt van egy függőleges vonala a térképen, ezt pont a szögmérőre ráhelyeztük, tehát nem odébb, nem ebbe az irányba, nem abba az irányba, pontosan ráhelyezzük. Jó, és amikor ez megvan, akkor itt már le is tudjuk olvasni, hogy ugye ez itt a 90, és a 90-nél kicsit kevesebb, tehát ilyen 89 fok lesz, lehet is látni, egy kicsit északnak néz, nem pontosan keletnek, tehát ez itt a 89 fok. 89 fok.
Amire érdemes itt odafigyelni, az az, hogy nem pontosan ide a kurzus mellé írjuk rá ezeket az irányszöveket, meg az időket, mert itt vannak olyan települések, amiket, hogyha összefirkálunk, akkor repülés közben nem fogjuk tudni, hogy most a Szabadbattyán, vagy Perkáta, vagy bármi más. Érdemes jó messzire kihúzni ezt a vonalat, és oda jó messzire kiírni, akár nagyobb számokkal is, mert akkor jobban olvasható, és nem is firkáljuk össze ott a kurzusnak a környezetét, amilyen ugye repülni szeretnénk, nem árt, hogyha az ott tisztán megmarad. Jó, jöhet a következő, Pusztaszabolcs és Farkashegy közötti kurzusnak az irányszögét állapítjuk meg, rátesszük a vonalzót, jöhet a szögmérő, nulla északnak néz, oké, origó, jó, és itt van egy vízszintes vonal a térképen, erre pont ráhelyezzük. Úgy. Oké. Ugye itt van a 0, 10, 20, tehát az a 10 és a 20 között helyezkedik, hát ez 15 fok. Tehát Pusztaszabolcs után észak-keletnek fordulva 15 fokon kell majd ahhoz repülni, hogy Farkashegyi repülőtérre visszaérjünk. Ezt is ide ráírjuk. 15 fok. Jó. Akkor az útirányszöveget akkor meg is csináltuk. Ezután, ami következik, az ugye az idő, a repülési idő, hogy az egyes fordulópontok között mennyi idő fog eltelni, tehát hogy ezzel tudunk majd számolni üzemanyagot is, hogy ha összesen, nem tudom én, 1 óra 20 perc, akkor 1 óra 20 percnek megfelelő üzemanyagot kell a repülőgépre minimálisan vételezni, de nem árt, hogyha van még legalább egy 40-50% tartalékunk. Jó, nézzük az első fordulópontig a kurzusnak az idejét. Ezt ugye úgy tudjuk kiszámítani, hogyha vonalzón tudjuk, hogy 1 cm az 5 km, mert 1 az 500 ezeres térképről van szó, tehát ez csak 1 az 500 ezeres térkép esetében érvényes. Ha 1 cm az 5 km, akkor gyorsan lemérjük a kettő közötti távolságot. Templomtoronytól a repülőtérig. Az azt mondja, hogy ez 6 cm, vagyis ez 5, 10, 15, 20, 25, 30, hát ez olyan 32-33 km így légvonalba. Most jöhet a számológép, hogyha 60 perc alatt teszünk meg 120 km, akkor 32 km hány perc alatt teszünk meg? Hát ezt úgy tudjuk most ugye kiszámolni, hogy a 32 km osztva a kettővel, az 16, vagyis 16 perc alatt tudjuk a 32 kilométert lerepülni 120 km per órás sebességgel. Ehhez választok most egy másik szint, és akkor ide rá is írjuk, hogy 16 perc. Tehát 16 perc alatt tudjuk a 294 fokon lerepülni a Farkashegy Tarján távolságot. Jól jöhet a következő ugye Tarján és Börgönd közötti idő lesz. Itt is lemérjük a távolságot, a repülőtérnél a nulla, Tarjánnál pedig azt mondja, hogy ez 10,5 cm, tehát a 10 cm-nél van az 50 km, és ez egy kicsivel több, tehát olyan durván 52-53 km, megjöhet a számológép, 53 km osztva kettővel, az 26,5 perc, durván 27 percet fogok írni, inkább egy kicsit nagyobb ráhagyással érdemes számolni, szembeszél vagy bármi közbe jöhet, úgyhogy erre is ráírjuk, hogy ez 27 perc alatt lerepülhető ez a távolság. Jó, jöhet a következő, ez ugye a Börgöndi repülőtér fölött keletnek fordulva Pusztaszabolcs iránya, ez úgy látom, hogy 4 cm, vagyis akkor ez 5, 10, 15, ez 20 km, a 20 km osztva a kettővel, az 10, tehát 10 perc alatt lerepülhető ez a távolság, be is írjuk, hogy 10 perc. Jó, jöhet a következő. Pusztaszabolcsról Farkashegy irányába kezdünk repülni. Farkashegy összekötve Pusztaszabolcsig, ez úgy látom, hogy 8 cm, 5x8 az 40, tehát ez itt 40 km ez a szakasz, a 40 km 120-szor repülve, az pedig 20 perc, tehát ráírjuk ide alá, hogy 20 perc. És akkor így lehet látni, hogy 15 fokon repülve 20 perc alatt fogjuk elérni majd a Farkashegyi
repülőteret, illetve fogjuk azt látni, hogy a Farkashegyre visszaérve, itt Törökbálint környékén, már ugye a két perces körnek az oldalát elérve, Törökbálint környékén már érdemes átjelentkezni a Farkashegyi frekvenciára, és kérni a megközelítés és a leszállás feltételeit. Hát tulajdonképpen ennyi lett volna így az alapvető tervezés, ezt még néhány dologgal ki lehet egészíteni. Többek között olyannal, hogy érdemes megnézni, hogy magán az útvonal repülés során hol van olyan kitérő repülőtér, ahol bármiféle gond miatt le tudunk szállni. Hát ugye az egyik kitérő repülőtér az Farkashegytől nem messze van, itt ugye a Budaörsi repülőtér. A Budaörsi repülőtérhez ide minden információ megvan adva, hogy milyen frekvencia, tehát a 124,5, mi a pályairány, az is megvan, tehát minden megvan adva. Amit még tudni érdemes az, hogy ezen az útvonal szakaszon repülve, itt van ugye a Gyúrói repülőtér, ez mondjuk itt a Gyúró település, de a Gyúrói repülőtér az Gyúró és Pusztazámor között helyezkedik el. Én ezeket általában beszoktam jelölni, hogyha bármiféle gond adódik, motorleállás, vagy bármi meghibásodás, akkor az ember tudja, hogy nem terepre szállunk, hanem itt ezen a környéken elkezdjük az adott kitérő repülőteret keresgélni, és akkor oda azért jobban le tudunk szállni. Most Gyúró és Pusztazámor közé én berajzolom, ez lesz a pályairány, illetve berajzolom magát a repülőteret is, ez már egy ilyen figyelemfelhívó lesz majd, amikor arra a szakaszra érek, és akkor lehet látni, hogy ott van egy repülőtér. Hogyha ezt itt tudjuk, akkor érdemes erről a repülőtérről néhány plusz információt is felvésni magára erre a térképre. Meg kell nézni, hogy Gyúrónak mi a frekvenciája, mi a pályairánya. Hogyha ezt kinéztük, akkor ide bárhova alulra, ami nem fog minket zavarni repülés közben, föl lehet írni. Gyúró, azt mondja, hogy Gyúró frekvencia 123,3. A pályairánya az pedig van egy 15-ös pályája, és van egy 33-as pályája. Esetleg még az, hogy milyen magasan fekszik, hát ezeket mind ugye kinézzük valahonnan. Az 653 feet magasan fekszik. Jó, hát erre valószínűleg nem lesz szükségünk, de nem árt, hogyha információként fel van vésve, mert ugye a Gyúró repülőteret még csak nem is jelölték ezen a térképen. Tulajdonképpen ugyanígy érdemes, hát mondjuk nem pont Börgönnél, de bárhol máshol, ahol esetleg kitérő repülőterek vannak, például itt van Kecskéd, de mondjuk Kecskédről is mindenféle információ ide fel van írva, tehát kitérő repülőtér lehet akár a Kecskédi repülőtér is, vagy hogyha Börgönt valamiért nem használható és le kell szállni, akkor Székesfehérvár után van az Úrhidai repülőtér, az is ugye itt van az Úrhida település és Úrhida repülőtér, tehát ezeket is mind nyugodtan be lehet magára a térképre rajzolni, hogy tudjuk, hogy van egyéb repülőtér is itt a környéken, mint a magán a térképen jelölt repülőterek. Jó, hát nagy vonalakban ennyi. Hogyha valakinek szüksége van még esetleg arra, hogy ráírja magát a kilométert is, amire tulajdonképpen nagyon nem szokott szükségünk lenni, akkor használtunk egy újabb színest is, és akkor még az plusz információnak föl lehet írni. Ez azt hiszem, ez volt itt 40 km, ez az útvonalszakasz. 40 km. Ez az útvonalszakasz volt itt 20 km, 20 km. Ez az útvonalszakasz, tehát a Tarján Börgöndi repülőtér útvonalszakasz volt, ez itt 53 km. Ezeket csak itt plusz információk, nem lesz rá szükség, mert nem kilométereket nézünk, hanem időket nézünk repülés közben. És ez a szakasz pedig itt 32 km volt. Hát ezt csak úgy magunknak fölvésni. És hát tulajdonképpen ennyi lenne egy ilyen útvonalnak a megtervezése és lerajzolása. Ez így egy egyszerűbb útvonal volt. Tarnóczi Sándort láttátok, és ez itt a repülőgépvezető.hu volt. Sziasztok!